KEDD animációs műhely már 5-ször rendezi meg az országos rajzfilm ünnepet idén 2017. november 3-ától 5-ig. 53 városban, 60 helyszínen több mint 350 program közül válogathatnak a rajzfilmek szerelmesei, és mivel ennyi helyszín van, természetesen Újpest sem maradhat ki ebből. Újpesten is lesz rajzfilm ünnep november 4-én az Ady Endre Művelődési Házban. Erről beszélgetek most Csiszár Renátával, az Újpesti Kulturális Központ művelődés szervezőjével, az esemény szervezőjével. Szerbusz, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én köszönöm. Ugye 5-ször rendezik meg ezt a rajzfilm ünnepet. Újpest hányadszorra szerepel a program? Hát idén már másodjára csatlakoztunk ehhez a programhoz. Tehát nálatok ez viszonylag új, de már van valami tapasztalat. Igen. November 4-én szombaton az Ady Endre Művelődési Házban jöhetnek el a rajzfilmek szerelmesei, várunk kicsiket és nagyokat. Te például, mert hogy azon gondolkoztam, hogy a művelődés szervező szervez egy programot, akkor fontos-e, hogy ő szeresse azt a témát? Te például a rajzfilmek szerelmese vagy-e? Filmek szerelmese mindenképpen, rajzfilmeket is szoktam azért nézni. Jó, de azért, ahogy majd beszélünk a konkrétan a programról, de azért vannak itt klasszikus rajzfilmek, amik gyerekkorunkban voltak, vagy legalábbis az én gyerekkoromhoz nagyon-nagyon kötődnek, és ez az emberben úgy megmarad, nem? Egész életében azért ezek a rajzfilmes élmények. Igen, számomra is kedves emlékek, ezért is próbáltam a klasszikusabb meséket beilleszteni a programban. 10 órától egy mini mozival kezdünk majd. Például a Vízipók, Csodapók, a Mikrobi és a Kíváncsi Fáncsi is lesz. Igen, látom, Kockás Fülű Nyúl is, nekem az egyik kedvencem. Itt egyiket lényeges az, hogy ne csak a gyerekeknek szóljon ez a délután, mert az egész országos rajzfilm ünnep leírásában az van, hogy a gyerekeknek, de az egész családnak, felnőtteknek is, mert azért azon már túl jutottunk talán, hogy a rajzfilmek csak a gyerekek privilégiumai. Persze, szerintem fontos, hogy a felnőttek is élvezzék ugye a gyerekekkel együtt ezeket a rajzfilmeket. Délután családi mozi is lesz, úgyhogy hosszabb lélegzetvételű rajzfilmek is lesznek. Akár a klasszikus Vukkot is tudom említeni, vagy egy francia-dán animációs film, a Messzi Éjszak. Szerinted fontos az, hogy olyan is legyen, vagy próbáltad úgy összeállítani a programot, olyan is legyen, amit mindenki ismer, és inkább a közösségi újranézés, mert ugye ezeket ma már bárhol meg lehet nézni otthon. Persze. Hogy fontos az, hogy ezt közösségben nézzék a családot, legyen valami program a körül, jó, akkor megnézzük a Vukkot, viszont kellenek olyanok is, amit nem ismernek, esetleg is újdonság? Szerintem mindenképpen. Szóval a kortárs magyar alkotók, szerintem nagyon igényes munkát végeznek, úgyhogy nagyon fontos, hogy ezt is megismerjék. A magyar rajzfilm azért mindig elég jeles volt, meg híres volt, és ez talán ez így is marad, a visszajelzésekből is, nemzetközi sikerekből is ezt lehet kihozni. Van egy olyan, hogy elkezdted ez a mini mozi óvodásoknak, kisgyerekeknek, ez lesz 10 órától 11 óra környékéig. Igen. És utána pedig a kisiskolások következnek a sorban. Egy kupac kufli magyar családi animációs film. Mit kell erről tudni? Ez egy 2017-es összeállítás. Ja, 14, teljesen friss? Nem teljesen, most egy 14 sorozatból álló összeállítást készítettek. Egyébként augusztustól a mozikban is megtekinthető volt, úgyhogy aki esetleg lemaradt róla nálunk megnézheti. Az most megnézheti. De akkor tök jó, mert az Ady most egy ilyen mozivá varázsolódik, nem? Tehát ez lesz a... Igen. Egy mozi lesz belőle. 22-20 órától 13 óráig viszont a család, az egész családi szórakozásé lesz a fő szerep, és ahogy látom, KAF, Kecskeméti Animációs Filmfesztivál. Miért ők, és hogy jött velük ez a kapcsolat? Az ő filmjeik lesznek ekkor? Őket is én választottam ki. Érdekesnek tűntek, hiszen díjnyertes filmek. Úgy gondoltam, hogy érdekelni fogja az újpesti közönséget. Van-e valami megkötése a fesztiválnak, hogy milyen filmeket választhatnak az adott helyszínek? Tehát van-e bármi, nem tudom, ajánlás, vagy akár kötelező jelleg? Teljesen szabadon választható volt. Egy gazdag kínálatból tudtam választani. Tehát ők adnak egy halmazt, amiből te... Így van. És ebben a halmazban mi van? Minden? Tehát a Vuktól a kortársig? Hát klasszikus, kortárs,
akár külföldi, ugye említettem a messzi éjszakot, ami francia-dán. Tehát, hogy elég nagy a merítési lehetőség. Igen, igen. Nehéz volt ez a válogatás? Vagy ezt hogy kell elképzelni, hogy ilyenkor már ebben az évben könnyebb volt, tavaly nehezebb. Aha. Miért? Tavaly mi volt nehezebb? Hát mivel elsőként csináltam, ezért... Aha. Nagy volt a választék. Figyelj, én speciál irillem a munkádat, hogy tulajdonképpen, mert az, hogy válogasson, az meg kell nézned őket, nem? Hát persze, persze. Tehát nagy részt, akkor ez csomó időd arról szólt, igen, hogy akkor a rajzfilmeket nézeges. Hát figyelj, ennél nagyobb bajod ne legyen. Igen, mondtam a messzi éjszakot, ez lesz délután 13 órától, és a kecskeméti produkciók után, és akkor 14-20-tól pedig akkor a finálé a VUK. Igen, a 1981-es. A klasszikus. Dargai Attila rendezésében. A klasszikus verzió. Lesznek-e kísérő programok emellett? Mert nyilván ez egy valaki lehet, hogy ott marad egész végig, nem? Tehát biztos van lesznek olyan családok, akik az elejétől. Nagyon remélem. Ez a cél? Igen, igen. Aha. Vannak-e kísérő programok? A Művődési Ház aulájában berendezünk egy ilyen játszósarkot, ahol lehetőség lesz színezni, illetve arcfestés is lesz. Tehát, hogyha valaki éppen, mit tudom, a kisgyerek megunja a filmet, persze, vagy persze, vár a következőre, vagy kell neki egy kis pihenés, akkor ott el lehet tölteni ez az időt. Mik a tapasztalataid az előzőhöz képest, vagy tavaly mi volt, mekkora volt az érdeklődés, nyitottak voltak-e? Szerintem ki fog alakulni, nem volt még annyira nagy. Tehát még nem verték szét tavaly a házat emiatt? Igen, igen, igen. Ebben az évben már szerintem. Mit vársz idén? Minél több embert, jó hangulatot, családias környezet várja majd az újpestieket. Tehát lesz egy olyan program akkor mostól, tulajdonképpen az egész család ott lehet, és még választhat is, hogy éppen beül-e a moziterembe, vagy mondjuk, nem tudom, kézműveskedik, vagy arcfestésen. Így van. Vesz részt. Jó, szóval november 4-én az Adiban 10 órától 15:30-ig országos rajzfilm ünnep keretében Újpesten is kiváló rajzfilmek, egész estések, klasszikusok is újak, úgyhogy mindenkinek szeretettel ajánljuk. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Köszönöm.